Kis kalózoknak és sellőknek öltözve ünnepelték a víz világnapját a hídszínvirág ovisai, miközben játékosan tanultak a víz és annak élővilágának védelméről. Egy picit most próbáltunk újdonságot belevinni a vízvilágnapjára, hogy a gyerekek számára is sokkal élvezhetőbb legyen. Ezért is találtuk ki a kalózok és sellők napját, ami ugye a mai napon zajlik nálunk. Úgyhogy minden egyes feladatnak próbáltunk egy kicsit kalóz nevet adni, hogy mégis jobban bele tudják a gyerekek élni magukat. Ilyenek például a sellők szivárványos esőfelhői, vagy akár a tornára fák kalózok és a kalózok könyvtára. Ezek mindegyike egy játékos feladatot akar a gyerekek számára. Helyet kapnak ezen a napon nálunk a kirakók, a mesekönyvek, amiben a víz élővilágát tudják megtekinteni a gyerekek, kísérleteket csinálnak, illetve mozgásos feladatok, kézműveskedés és mesealvasás. Az udvaron közös kincskeresést is tartottak a gyerekek a nap során. Minden állomáson a gyerekek kapnak egy darab picike kincset, amit a végén majd össze tudnak illeszteni, és ezt a képet kell majd kint az udvaron megtalálniuk, és így fognak eljutni egy kincses ládához, ami számukra kincseket fog rejteni. Az óvoda számára a mindennapokban is fontos, hogy környezetvédelemre tanítsák a legkisebbeket. Ezért is próbáljuk őket arra tanítani, hogy ne pocsékoljuk a vizet, vagy akár hogyha fogat mosunk, elzárjuk a vizet, annyi vizet töltsünk, amennyit éppenséggel elhasználunk. Úgyhogy a kísérletnél is erre törekszünk, hogy mi is megmutassuk azt, hogy ne pocsékoljuk el a vizünket. Sokszor a kicsiknek is felhívják például a nagy csoportok a sok a figyelmüket arra, hogy fogmosáskor csak egy pici vizet használjanak, ne öntsük ki a pohárból, úgyhogy szerintem ez egész jól sikerül, hál' Istennek. Az otthoni példamutatással is sokat tettek a szülők a környezettudatos nevelésért. Szuper.